Szerolt honnan volt az operenciás tengeren innen, az üveghegyen túl, a nagy magyar tenger partján levő Keszthely városában. Pelc István a Nyugat-Balatoni kalendárium egyik szerkesztője az érdeklődőknek idéz a 2019 évi kalendárium tartalmából. Az olvasók már megszokták a térségben, hogy advent első hetében készhez vehetik az új, de címében és tartalmában a régmúltat is idéző könyvet. Az egész évben kikapcsolódást jelentő könyv 12 hónapra van osztva. Minden hónaphoz található naptár és a naptárhoz események, érdekességek, történelem, irodalom vagy éppen tájegységi ismertető. Első években, hiszen most a negyedik évnél vagyunk, első évek, év után úgy gondoltuk, hogy úristen, el fognak fogyni a témáink. De hát azért a Balaton nyugati csücske az egy elég nagy általunk, egyelőre mi csak általunk készített régió, amely Máriától Zalakarosig és Rezitől Kehidakustányig terjed. De ez a problémánk, ez azt hiszem, hogy a múlté, mert látjuk azt, hogy merülnek mindig olyan újdonságok, amelyeket úgy érezzük, hogy kötelességünk megírni. A szerkesztő páros Pelc István és Papp Péter nagy gyűjtő munkát végez minden évben. A kalendárium azonban olyan népszerűvé vált, hogy sokan már ötletet adnak, hogy hol kell folytatni a téma gyűjtését, mondta a bemutatón Papp Péter. A polgármesterek is adnak ötleteket, hogy ki az az ember, akit be kéne mutatni, ki az, aki ott született, milyen tevékenység folyik ott, és eljutottunk odáig, hogy önként jelentkezők is vannak, tehát akik konkrét témákkal, konkrét írásokkal keresnek meg bennünket, úgyhogy az se jelentett volna nekünk gondot, hogy a 2019-es kalendárium akár dupla ekkora terjedelemben jelenjen meg. Természetesen nem hiányzik a horoszkóp, a finom ételek elkészítéséhez szükséges recept, az ünnepkörök és az évfordulók sem az idei kalendáriumból. De II. András kehidai oklevelétől kortárs verseken át az évmadaráig számos érdekesség tárul az olvasók elé. Az elmúlt években is már kedvelté vált kalendáriumnak sokan várták idei megjelenését. Szeretem, nem is annyira jónak tartom, hanem inkább szeretem. Elolvasgatja az ember, előveszi mindig újra. Esti elalvás előtti anyag, mindig van benne valami, ami érdekes. A Nyugat-Balatoni kalendárium minden korosztálynak tartogat olvasnivalót, fiataloknak ismeretszerzést nyújt, idősebbeknek ismeretek megújítását, felelevenítését.